Még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézzen minket szombaton 8 órakor. Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. Mikor beléptünk az iskolába, akkor mindjárt a portánál mondta a portás úr, hogy ott megy az igazgató úr, és valóban gyerekek gyűrűjében haladt valamerre. Itt útközben, amikor jöttünk fel az irodájához, akkor megszólított kollégát, gyereket. Mindig ilyen közvetlen, és mindig jelen van az iskola hétköznapi életében, tehát nem egy irodájába, íróasztala mögé bújó vezetővel állunk szemben? Is. Tehát azért azt hozzá kell tennem, hogy vannak olyan időszakok, vannak olyan napok, amikor tényleg szó szerint az íróasztal mögé bújok. Nagyon sok olyan adminisztrációs tehát kérdés van, amikor tehát tényleg az adminisztráció kerül előtérbe. Sajnos egyre nagyobb az az arány. De alapvetően én pedagógus vagyok. Én azért vagyok itt, mert imádom a gyerekeket, és igazából azért is választottam annak idején ezt a pályát, és én azt gondolom, hogy tehát ezt a kötetlenséget, ezt nem lehet tehát egy vonással meghúzni akkor, amikor az ember vezetővé válik, tehát nem lehet külön választani. Bennem megvan a véna, volt egy nagyon rövid idős, egy fél éves pályahagyásom, igazából amiért visszajöttem, az pontosan a gyerekek és pontosan a katedra. Ez azért, hogy vezető lett, nem vett vissza, gondolom, a mozgékonyságából, hiszen testnevelő szakos kollégával ülök szemben. Persze. Abból a szempontból visszavett, hogy a pályám kezdetétől kezdve azért a testnevelés tanítás volt a meghatározó. Tehát minden eddigi munkahelyemen a testnevelő tanárként voltam jelen az intézményben. Itt azért ez nem annyira jellemző. Egyrészt a vezető beosztásomból kifolyólag, másodszorban pedig az épület vagy infrastruktúrális tagoltság, ami jelen van az iskolának az épületében, tehát nehezebben megoldható. Mit sportolt? Feltételezem, hogy sportolt azért. Igen. Mondjuk gyerekként gyakorlatilag mindent. Én egy tehát falusi tehát gyerekként egy kis településnek, habár a kis település a Siófokhoz tartozott közigazgatásilag, de gyakorlatilag egy peremvárosi részén nyugodtan, én falusi gyereknek vallom mind a mai napig magam, és igazából tehát ebből kifolyólag minden tehát sportággal foglalkoztam, később szervezeti formában is, de a fő sportágam az a labdarúgás. Jelenleg is az az, ami a kedvencem. Azt nem mondom, hogy ugyanolyan intenzitással és olyan gyakorisággal, mint ahogy szeretném, de remélem, hogy eljön az az idő is majd, hogy újra ismételten. A honlapjukon jelmondatként ott szerepel, hogy tedd a jót, légy vidám. Ez a jelmondat önmagáért beszél, ez már az önvezetése alatt került a honlapra, mint nem. Egy hívószó korábban nem. Is. Nem. Ez gyakorlatilag az intézménye legyen értékű, gyakorlatilag ez a jelmondat, de mind a mai napig, tehát alapelvként, vagy mottóként, tehát itt lebeg az intézmény felett. Ugye mi a kezdetektől fogva nemzetiségi intézmény vagyunk. Nyelvoktatás. Így van, és akkor gyakorlatilag ez a bizonyos eredeti név, ez abból úgy egészült ki, hogy Mindszenty József római katolikus óvoda és nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola, tehát egy ilyen borzasztó monumentális hosszú nevünk lett, de alapvetően itt most ez tényleg tükrözi mindazt a tevékenységet, mindazokat a pedagógiai területeket, amit mi ellátunk. Mit lehet tudni az intézmény jogelődjéről? Az 1993-94-ben az akkori plébános atya Szentgyörgyvölgyi Zoltán atya kezdeményezésére, illetve néhány nagyon lelkes egyházközségi tagnak a kezdeményezésére indult el ennek az intézménynek, illetve vele párhuzamosan az óvodánknak a létrejötte. Eredetileg az alapításnak az időpontjában két különálló intézményről beszélhetünk, tehát volt egy Szent Vince nevét viselő óvoda, amelynek eredetileg az iskolához semmi köze nem volt, és szintén az egyházközségnek a kezdeményezésére indult ez a bizonyos iskola alapítás. Gyakorlatilag itt egy társadalmi igény felmérés volt ennek a hátterébe, tehát akkor már jelentős mértékben megnőtt egyrészt települési szinten a betelepülőknek az aránya, nagyon-nagyon megnőtt a római katolikus egyházközségnek a létszáma,
és ugye ezeknek a hívő családoknak a gyermekei, tehát a környékben, illetve bent a városba, tehát már mint Budapesten jártak iskolába, és megnőtt egy olyan igény, hogy esetleg helyben. És ezt kihasználva, tehát a 90-es éveknek az első felében ezt kihasználva indult el ennek az intézménynek a létrehozása. Kinek ajánlja igazgató úr azt, hogy ide hozza a gyermekét? Az egyházi ajánlás ugye fontos, ezt lehet tudni, de mondjuk kizárók, hogyha valaki nem római katolikus, hanem mondjuk evangélikus vagy református, mert hogy olyan iskola nincs itt a városban. Igen. Nekünk alapelvként tehát rögzítettük azt, hogy tehát minden olyan családot szívesen látunk, várunk, akik elfogadják a mi nevelési elveinket, a mi hitéleti nevelésünket, azok elé állunk szívesen, legfőképpen ugye budaörsi, de gyakorlatilag budaörs környékéről, de hát bárkit szívesen, sőt nyugodtan elmondhatom, hogy itt most nem csak a közvetlen környezetünkből járnak ide gyerekek az iskolába. Alapvetően mi római katolikus, tehát intézmény vagyunk. Egy negyed részben vannak egyéb felekezetű gyermekeink is, legfőképpen evangélikus és református gyerekeket is szívesen látunk. Ez a hitoktatásban is megjelenik értelemszerűen, tehát nekik felekezeti hitoktatást tartunk, de alapvetően mi római katolikus iskola vagyunk, ezért a hitéletünk is a római katolikus egyháznak a szellemében kerül megszervezésre, és tehát a katolikus egyháznak gyakorlatilag az ünnepeit tartjuk, és ahhoz igazítjuk az egész intézményi életet. Annyit lehet tudni azért a programjukból, hogy az ébredő Istenhit megerősítése egy központi kulcs tevékenységük, a hazafias nevelés, illetve a magas szintű oktatás, tehát a szakember képzés előkészítése. Összefoglalható ebben a három irányban az, hogy mire számíthatnak azok a szülők, akik ide szeretnék iratni a gyermekeiket? Az intézménynek a jellegéből adódóan, tehát igenis, tehát nagyon, tehát az alapot, azt gyakorlatilag a hitbeli nevelés, tehát a hitbeli megerősítés adja. Én azt gondolom, hogy a hit beli nevelés és a hazaviasság az nagyon-nagyon szorosan összefüggő, tehát egybefonódó, sok szállal, ezer szállal egybefonódó kérdéskör. Ez mellett valóban tehát igyekszünk minél magasabb szintű képzést adni a gyerekeinknek. Természetesen vannak olyan gyerekeink, akik tehát hogy mondjam, tehát nem a legmagasabb szintű tehát, képzést igénylik, tehát akik esetleg tehát, gyengébb képességekkel vannak megáldva. Mi az ő részükre egy nagyon komoly felzárkóztató, tehát fejlesztő tevékenységet végzünk. Nekünk alapvetően az a célunk, hogy minél nagyobb esélyük legyen a későbbiekben a sikeres középiskolai, majd azon keresztül pedig egy sikeres tehát életbe való elhelyezkedésre, megfelelésre. Vannak olyan tehát pedagógiai területeink, amit az elmúlt időszakban hangsúlyosan és tehát igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni, például a környezeti nevelés. Ökoiskola lettünk másfél évvel ezelőtt. Ennek az ökoiskolai programnak gyakorlatilag a nem csak szervezeti részét, hanem tényleg a mindennapos megélés szempontjából, tehát hangsúlyozottan, tehát kiegészíti az előző tehát területek. A nyelvoktatásunk, ugye ami a kezdetektől fogva jelen van, a nemzetiségi nyelvoktatásunk, egy kis fordulatot szeretnénk ebbe belevinni, és próbálunk meg abba az irányba ellépni ezen a területen, hogy tényleg a gyakorló, tehát nyelvgyakorló gyerekeket neveljünk ki, ezért próbálunk meg olyan, tehát a nyelvoktató programunkat olyan programokkal kiegészíteni, mint a nyelvgyakorló táborok. Próbálunk meg olyan pályázatokon, vagy olyan tehát Európai Uniós programokba bekapcsolódni, amely legfőképpen ezt célozza meg. Tehát itt gondolok egy tehát Erasmus Plus-ban való tehát társintézmény, partnerintézményi kapcsolathálózat kiépítésébe, vagy például gondolkodunk olyan jellegű kiegészítésben, mint például a nyelvvizsga, tehát kérdés, hogy tudjuk megoldani azt, hogy valamilyen szintű
tehát záróakkordként, az iskolát lezáró záróakkordként szülessen egy valamilyen nyelvvizsga, tehát hogy el tudják mondani a gyerekek, hogy igen, ide jártunk 8 évig, és ez lett a végeredmény. Ezek a nyelvgyakorló táborok, ezek határon túli magyar lakta területekre irányulnak főleg, máshol is? A nyelvgyakorló táboraink inkább tehát az anyanyelvi, tehát a nemzetiségi nyelvi, tehát Ausztriában és Németországban vannak szervezve, de van, és itt egy kicsit kapcsolódunk tehát a hazafiasság nevelés irányába, hogy igyekszünk tehát felkelteni a gyerekekben azt a bizonyos érdeklődést, hogy megismerjék a magyar lakta területeket. Kárpátalján van egy testvériskolai kapcsolatunk, nagyon-nagyon jó és nagyon elmélyült. Páros években mi megyünk, páratlan években ők jönnek, tehát gyakorlatilag most páratlan évként őket fogadjuk, és most márciusban fognak hozzánk érkezni. Ilyenkor egy ilyen 20-25 fős csoportot fogadunk, de egyébként azért ezt hozzá kell tennem, hogy itt most azon kívül, hogy egymás intézményét meglátogatjuk, van egyéb kezdeményezésünk is, így például az adventi időszakban volt egy gyűjtés például a testvériskolának a megsegítésére, itt pénzbeli gyűjtést, tehát kezdeményeztünk, illetve volt olyan jellegű kezdeményezésünk, ami egy kicsit, hát hogy mondjam, nagyon kellemes meglepetés volt az ottani gyerekeknek, hogy cipős doboz akciót szerveztünk, amiben a gyerekeink, családjaink tudtak kis ajándékot, tárgyi ajándékot elhelyezni, és ezt kapták meg az ottani gyerekek. Hát most nincsenek nálam ezek a levelek, amiket onnan kaptunk, borzasztó hálásak voltak, nagyon-nagyon megható voltak azok a levelek, amiket onnan kaptunk. Illetve a határon túli, tehát magyar lakta területekre minden nyáron szervezünk táborokat. Ez váltva csináljuk, tehát van egy kolléganőnk, aki tehát ezt már hosszú-hosszú ideje szervezi ezeket a táborokat, és váltja egymást a különböző történelmi terület, tehát felvidé, Kárpátalja, Erdély, Délvidék. Most tavaly voltunk Erdélyben, most az idén a Délvidékre lesz egy kirándulásunk, illetve lesz egy táborunk a nyári időszakban. Ökoiskolát említette, az ökoiskolai státuszt milyen előnyökkel és milyen kötelezettségekkel jár ez? Az ökoiskolai program, én azt gondolom, hogy tehát nem arról kell igazából tehát beszélnünk, hogy most akkor kötelezettség vagy előny, hanem inkább arról kell beszélni, hogy ez milyen pedagógiai tartalmat tehát feltételez az intézmény. Én azt gondolom, hogy ez egy elhivatás, tehát egy szemlélet. Az intézményben tehát kialakított környezeti nevelést előnyben részesítő szemlélet, amit én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor folyton folyvást hírekben és egyéb tehát híradásokban arról hallunk, hogy milyen mértékben a világban a környezetszennyezés, én azt gondolom, hogy borzasztó nagy hangsúlyt kell fektetni ebben a kérdésben arra, hogy a gyerekeink tényleg környezetüket szeressék, tiszteljék a környezetüket, és mindent megtegyenek azért, hogy ezt elfogadják. Mi ezt felvállaltuk, és nagyon-nagyon örültem annak, amikor ez felvetődött az intézményen belül, akkor gyakorlatilag egyöntetően és azonnal az egész tantestület, szülőközösség és a gyerekek is azonnal mögé álltak ennek a kezdeményezésnek, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól működik. Annak ellenére, még egyszer mondom, másfél éve vagyunk ökoiskola, és tehát borzasztó jól beépült az intézménynek a mindennapjaiban. Arra van valamilyen rálátásuk, visszajelzésük, hogy a gyerekeket itt ebben a szellemben nevelik, és hazaviszik, amit itt tanulnak, olyan értelemben, hogy otthon is szelektív hulladékgyűjtésre próbálják rávenni a szülőket. Nyitottak a szülők? Nagyon. Tehát fordítva, a gyerek is neveli a szülőt. Igen. Abszolút pozitívak a visszajelzések. Tehát azok az kezdeményezések, amiket itt elindítottunk az intézménybe, az maximálisan kihatással van tehát a családoknak az életére, tehát akár a szelektív gyűjtés, akár különböző környezeti kérdéseknek az otthoni, tehát beszélgetés során való előkerülés, vagy keresése, akár egy tehát kirándulásoknak a szervezése, tehát ténylegesen azt gondoljuk, hogy tehát ebben tehát nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt időszakban. A honlapjuk nyitó oldalán rögtön olvasni lehet, hogy a boronkai informatikai versenyben 8. osztályosok 3. helyezést ért el, ami jelzi, hogy eredményesen működik önöknél ez a funkció. Az informatika, azt nem is kell a mai világban, tehát külön, tehát mind intézményi szinten, vagy az oktatásnak
tanulásnak a szintjén gyakorlatilag kiemeltnek kezeli, hiszen magával hozzák már a gyerekek, tehát már az otthontól kezdve. Valóban nagy hangsúlyt fektetünk, tehát órai keretekben, szakkori keretekben, tehát folytatjuk az informatikának az oktatását. Nagyon szép eredményeket érünk el, habár azért hozzá kell tennem, hogy tehát itt nem csak az informatika óráról kell beszélni, hanem bármilyen másik óráról, hiszen ebben az osztályteremben is, ahol most itt ülünk, vagyunk, van digitális táblánk, igazából nagyon-nagyon nyitottak a kollégák az informatika irányába, és azt gondolom, hogy szinte minden órán, tehát történelem órán, német órán, biológia órán megjelenik valamilyen formában az informatikai nevelés a gyerekeknek az életébe, és ez együtt adja gyakorlatilag azt a bizonyos, tehát pluszt, azt az informatikai nevelést, amit mi tudunk átadni a gyerekeknek. Hittantanításunk természetesen értelemszerűen beépül az órarendbe, hetente 2 alkalommal van, mivel nem csak római katolikus gyerekek járnak az intézményünkben, hanem vannak református, illetve evangélikus felekezetű gyermekeink is, ezért ezeknél a gyerekeknél felekezetek szerinti hitoktatás van. Tehát az azt jelenti, hogy hetente 2 a református kisgyermeknek református hittan van, a római katolikus gyereknek pedig római katolikus hittan van. Nagyon gazdag a tanórán kívüli kínálatuk. Hát most a teljesség igénye nélkül angol nyelvtanulás, logika, német mese és néptánc, rajz, dráma, táborokba színjátszó, sport, ez majdnem minden területét felöleli a diákok érdeklődésének. Mi igyekszünk tehát megfelelni, tehát abszolút tehát a gyerekek, illetve a családoknak az igényeinek. Igyekszünk tényleg egy olyan komplex, tehát tanórán kívüli programot biztosítani a gyerekeknek, ami gyakorlatilag minden, tehát műveltségi területet, illetve az élet minden területét. Tehát ebben vannak szabadidő jellegű, vannak kevésbé szabadidő, ahol kvázi domináns, de ami a lényeg, hogy mindenhol valamilyen plusz kiegészítő információkat tudnak a gyerekek kapni. Igyekszünk azokat a foglalkozásokat előnybe részesíteni, ahol egyrészt biztosan, 100%-osan garantálni tudjuk azt, hogy magas szintű, tehát pedagógiai munkát tudunk biztosítani, illetve próbáljuk meg azokat a foglalkozásokat előnybe részesíteni, amire a gyerekeknek különlegesen van igényük. Tehát például most tehát elindult egy nagyon komoly SAK programunk, amit tehát 2-1 kolléganő vezet. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, gyakorlatilag eljutottunk odáig egy fél év alatt, hogy most már nem egy csoport, hanem most már 2 csoportba kell a gyerekeket foglalkoztatni, mert annyi a plusz utólagosan bekapcsolódó gyermek. Milyenek a kimeneti oldalon a beiskolázási mutatóik, milyen arányban, milyen iskolatípusban, a gimnázium, szakközép, IES vagy Szent Benedek? Igen. Mit lehet erről? Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Én nagyon-nagyon büszke vagyok, tehát az eredményeinkre hozzá kell tennem. Tehát én alapvetően 3 részre, és ezt mindig, amikor valamilyen beszámolót készítek, akár az iskolának a fenntartója felé, akár tehát egyéb tehát helyre, akkor ezt mindig külön, tehát kiemelten kezelem. Én azt gondolom, hogy egy intézménynek az objektív eredményességét az 3 területen lehet konkrétan lemérni. Az egyik az az OKM mérések, tehát a országos kompetencia méréseknek az eredményei. Ez az egyik, ami nagyon nagy terület. Erről nyugodtan elmondhatom, ez az intézménynek a honlapján is fent van, tehát nyitott. Gyakorlatilag akármilyen összevetésben nézzük a mincentis eredményeket, magasan, tehát átlag felett teljesítenek a gyerekeink, akár 6., akár 8. osztályos gyerekekről beszélünk, tehát akár az országos szinthez viszonyítom, akár városi szinthez viszonyítom, tehát teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően megadja ezt a bizonyos alaphangot, amikor egy szülő, egy család mondjuk a Mindszenti iskolának tehát a kereteit próbálja meg megcélozni, tehát mind lehetséges intézmény. A másik ilyen terület az a versenyeken elért eredményeink. Erre is borzasztóan büszkék vagyunk, tehát egyházmegyei, országos, városi szintű, tehát versenyeken én azt gondolom, hogy mindig bárhol indulnak el a mincentis gyerekek, tehát gyakorlatilag potenciális esélyesként tehát számítanak ezek a gyerekeinkre.
Ez egy, azt gondolom, hogy tehát kiemelkedően szép eredményeink vannak, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk azokra a gyerekekre, és természetesen azokra a kollégákra, akik a felkészítését a gyerekeknek elvégzi, illetve azokra a gyerekekre, akik ezeken a versenyeken eredményt elérnek. És utoljára, de nem utolsó sorban említem a középiskolai, illetve egyáltalán a felvételit, tehát eredményeinket, ahol alapvetően három szintet kell külön választani. Van egy tehát negyedik osztályból továbbtanuló csoport, van egy hatodik osztályból továbbtanuló csoport, és van egy nyolcadik osztályból továbbtanuló csoport. Én nyugodtan mondhatom azt, hogy jelenleg a mi gyerekeink abban a stádiumban vannak, hogy nem őket választják a középiskolák, hanem ők választanak középiskolákat. És ez egy borzasztó nagyon fontos különbség van a kettő között. Én azt gondolom, hogy bárhova jelentkeznek a gyerekek, minden gyerekünk megtalálja a magának megfelelő középiskolát. Bátran és büszkén mondom azt, hogy a gyerekeinket felvételi időszakban minden körülmények között az első, második helyen megjelölt középiskolába felveszik. Hány gyereket tudnak fölvenni? Tehát nem említettük, még 2006 óta van ez a gyönyörű tetőtér, átriumos tetőtér. Mekkora férőhelyük, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek, vagy elvárásoknak, ez talán jobb szó, el kell utasítani helyhiány miatt bárkit, vagy azok bekerülhetnek a Mindcentibe? Sajnos eljutottunk most már egy jó néhány évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag az infrastruktúrának a kapacitásának a maximumon vagyunk. Ez a jelenlegi hetedik tanévünk, hogy tehát albérletben és a szomszédos bencés iskolában is van két osztályunk elhelyezve, ez egy év folyamat jelent, ez 50 gyermek. Ebben az épületünkben itt 300 fő a befogadó képessége ennek az épületnek. Borzasztó nagy az igény az intézménnyel szemben, tehát gyakorlatilag ha most nagyon-nagyon szeretnénk, akkor 2-3 osztályt minden, tehát probléma nélkül gyakorlatilag fel tudnánk venni. Jobb évben 3 osztályt tudnánk elindítani, feltételes módban 3 osztályt. Kicsit mondjuk azt mondom, hogy rosszabb évben mondjuk 2 osztályt tudunk gondtalanul. Én azt gondolom, hogy a jövő tanévet 2 első osztállyal fogjuk indítani. Egy kimenő 8. osztályunk van, és 2 bejövő első osztályunk van. Az csoport létszámaink azok nagyjából stabilak, tehát az azt jelenti, hogy olyan 13-14 tanuló csoporttal számolunk a jövő évben is. A két osztályunkat megközelítőleg olyan 24-26 főre tervezzük, de természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy tehát mekkora lesz az a bizonyos tehát túljelentkezés, tehát az a társadalmi igény, hogy meghatározzuk az intézménynek a létszámát. Ugye van az egyház intézményeknél ez a bizonyos létszámstop, tehát ez a 27 főnél a csoport létszámnál. A fenntartói engedéllyel, tehát tudunk ezen bővíteni egy 20%-ot, de igazából megmondom őszintén, hogy nekünk ez egy borzasztó bevált tehát létszám, ez a 24-26 fő, tehát ennél nem szívesen megyünk feljebb, de természetesen még egyszer mondom, hogy ha olyan jellegű igény lesz, akkor tehát egy magasabb létszámú osztályt is el tudunk képzelni. Tehát összességében egy 52 és 54 fő közötti, tehát elsős évfolyamot képzelek a jövő tanévre. Budaörsiek gondolom előnyt élveznek. Természetesen. Tehát ez természetesen. Tehát ugye itt a várossal egy nagyon-nagyon jó tehát kapcsolatunk van. Van együttműködési szerződésünk a várossal, amely együttműködési szerződést, amikor megkötöttük, akkor rögzítettük intézményi szinten a budaörsi diákoknak az arányát. Éppen ebből kifolyólag mindenképpen előnybe részesülnek azok a gyerekek, illetve azok a családok, akik budaörsiek, budaörsi lakcímmel rendelkeznek, hogy őket tehát vesszük fel elsőként.